vasalú televízió nézőit. Piknik a János itanyán. Közel 60 sarudiak és újlőrinc falviak vettek részt október 15-én első alkalommal megrendezett multidéző találkozón. A program az iskola aulájában kezdődött, ahol Varga Pál gyöngyösön élő pedagógus, az utolsó intéző fia rendezett fotókiállítást a Jánosi tanya életéről. Pali bácsi nem csupán képekben, de szavakban is felidézte a püspöki birtok életét. Elmondta, az uradalom nem csupán jelentős munkaadó volt, hanem segítette a tanyasi gyerekek oktatását, a jóképességűek továbbtanulását. A birtokfejlesztésre jellemző volt, hogy a világháború ellenére is tehénistálót építettek, vásároltak egy új cséplő és egy gőzgépet, amely jelentős segítség volt a gazdálkodásban. Varga Pál visszaemlékezései után Kun Béláné, Erzsike néni tisztán csengő hangon egy summás nótát énekelt, majd a vendégek autókkal a Jánosi tanya keresztjéhez utaztak, ahol dr. Petrovics János polgármester köszöntötte őket. A falu vezető hangsúlyozta, az elmúlt egy év alatt Sarudon ismét előtérbe került a múlt ápolása. Tavaly novemberben felavattuk a Hartl Edet tábláját, idén szeptemberben Barócs János emlékparkját, most pedig a Jánosiról elszármazottakat vártuk haza. Sarudnak van múltja, s erre büszkének kell lenni, ezt ápolni kell. A vendégek közös fotót készítettek a Plé Krisztus előtt, majd Tilcsik István harmónika kísérete mellett elevenítették fel a régi nótákat. A kellemes hangulatot pálinka, forralbor, tea és zsíros kenyér kínálása fokozta, s a megelevenedő emlékek idézése tette feledhetetlenné. Az idősebbek boldogan fedezték fel, hol állt egykor a téglagyár, a cselédek háza, vagy épp a saját lakásuk. A búcsú, a viszontlátás reményében zajlott, jövőre ugyanitt találkozunk. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, ja. Megátkoz, megéget, és fejbe vár. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jobb, de álmodni csak itt tudok.
megéget és fejbe vág. Néha szeret és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jobb, de álmodni csak itt tudok. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és köszönjük, hogy ebben a gyönyörű szép napon, ami hát az ősznek az ajándéka, hogy velünk tartanak ezen a rendhagyó napon, amiből majd a későbbiekben kitérek rá, szeretnénk hagyományt teremteni. És egyben felkérem Boncidai Katalint, bocsánat, nagyné Boncidai Katalint, hogy a mai napi programunkat ismertesse. Itt az lesz, hogy most Varga Pál bácsi el fogja mondani a megemlékezéseit és a fotókkal kapcsolatban, amik itt ki vannak állítva. Utána pedig együttesen szépen kimegyünk az egykori Jánosi tanya színhelyére, ahol most már sajnos csak egy kereszt áll, és ott lesznek még további beszédek, a Szuromirita újságírónő, a polgármester úr köszönt majd bennünket. Utána pedig kötetlen beszélgetés lesz, forralt bor, tea, illetve zsíros kenyér mellett mindenki elmondhatja a megemlékezéseit. Mielőtt kiindulunk innen, viszont a Kun Bözsi nénét szeretném megkérni, hogy egy summás nótát énekeljen nekünk el. Tehát indulás előtt egy summás nótát kérünk tőle, és majd ott kinni is kérünk tőle, úgyhogy készüljön lélekben. Aki tudja, az természetesen mi sajnos erről már nem maradtunk. Ez majd kiindulás előtt, most te következel. Addig készüljön, mikor indulunk ki, akkor. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és gondolkoztam a megszólításon. Kedves helyén, mert ez illik hozzá, azt hiszem, ha az elcsukló hangomon is rögtön érezni, hogy nehéz lett nekem beszélni erről. 66 évig csend volt. Jánosiról gyerekeknek is csak annyit tudtam mondani, hogy volt egy buszta, ahova kimentem, elvittem az első kocsimmal őket megnézni, sehol semmi. Még jó, hogy a kereszt állt, mellette akkor még 4 darab, vagy 5 darab fa, amit ott a szélső dolgon megörökítve, önök már meg is néztek, hiszen közben nekiálltak és nézték. És mindez, hogy létrejött, én úgy érzem, hozzasztom nagy érdelme van Szoromirita újságírónőnek, ő ajzott fel egy kicsit engemet is, hogy mindenképpen eljöjjek és tartsam magamban hogy lelket, hogy lássam magukat, lássak ismerősöket, hiszen 66 éve nem találkoztunk. Nem tudok többet tenni, majd 10-15 évvel a fotókon látják, hogy elég jól dokumentáltam az életem történetét, illetve a családom történetét, és ez a család igényelte származásomat, igényelte azt, hogy is volt annak idején, vagy 10 évvel ezelőtt írtam le Jánosi tanya történetét, vagy 10 évvel ezelőtt emlékezetből írtam, vagy rajzoltam föl azt a kis tanya képét, gondolom, hogy közben, járkálás közben megnéztek, viszonylag azt hiszem elég hiteles. Mellé tettem az én családomat, édesapámnak, a édesanyámnak és a nővérem, bátyámnak, meg magamnak a fényképét, hogy ő rájuk emlékezünk most végeredményben. Jánosi tanya a Szatmári püspökség tulajdona, nem messze Kömlőtől, Tiszanána, anyakönyvi kerülettől, Sarudi közigazgatás alatt, nem messze Újőrincfalvától, de az utolsó posta az Poroszlón volt. A vonatról mégis Füzesabonyra
Vízasomagyra szálltunk le, és Orbán besenyültelek után elfordultunk a műútról, a földútra, minden 16 kilométer után a két lókocsival megállt a szülőház elő. Ez volt a tanya. Itt töltöttem gyermekkoromat, Jánosi tanyának nevezték, pedig igen korszerű, nagy, uradalmi birtok volt. Valamikor, ha én így utána néztem, és tapasztaltam, hogy az egri érsekték tulajdona volt, aki elcserélte egy móri birtokért, és így került tartott már püspökség tulajdonában. Püspöki uradalom központja Pusztahidvég volt, így letartottak meg Dinyéshád, Csárdamajor és Hatház. Jánosihoz mintegy 1200 kataszális horterület tartozott, melynek megműveltség a cselédség látta el. Édesapám, Varga Dénes, a Kassai Magyar Királyi Közgazdasági Akadémián kezdte a tanulmányait, majd az a bizonyos 90 éves malőr után, ami nehéz róla beszélni, majd Erdély megszállásával 1921-ben a Magyar Királyi Gazdasági Akadémiát Debrecenben fejezte be. Szatmára került, ahol megismerkedett édesanyámmal, de onnan is a katonaság miatt menekülnie kellett, Dinyéshárton telepettek le, ahol édesapám a gazdaság vezetésével intézői beosztást bízta meg Gottfelder Gyura püspök úr. 1937-ben kerültünk át Jánosiba, ahol egy romlott gazdaság kellett átvenni, úgy tudom, Noll Gyula nevű intéző úrtól. Hát néhány év alatt sikerült gazdaságot talpra állítani, gazdaságosá tenni fizetése, és megtaláltam a papírok között, és önök is majd láthatják, elhoztam a édesapának a leckekönyvét, az oklevelét, elhoztam a fizetés, itt valahol van, majd megtalálják. 400 pengő, termények, lakás, állattartás, 904 szögörkert. Mint csak érdekességként mondom mindezt el. Én egy 4 éves kis poronyt voltam, amikor megérkeztünk gyermekkori emlékeim színterére. És most beszélnék a tanyáról. Uralnám a gazdaság lakóinak lakó és melléképületének elhelyezkésre nagyjából, ott is látszik, ilyen négyzet alakú volt. Az intézői lak mellett volt az iroda, a tanítóház, valordat Lolló és a szarvasmarha istállók, jó volt a magtár, nagyon nagy magtár. Fölmásztunk az emeletre, ott a búzába beleugrottunk, és azt lecsúsztunk a földszintre. Mert távolabb volt a juhodály, az asztalos és a blikkardé kélekovács műhely. A mesterek lakásai, és ott volt egy ilyen szerszámos rész. Szembe a tér másik oldalán volt a cselédsor, előtt az iskola, a haranglám, a új fejőzde, amit már édesapám hozott létre, hátul pedig a kukássor. Nem tudom, mindenkinek ismerős ez a szó, ez a dohányosokat hívták így, hogy kukások, ők palántától a betermeléséig óriási nagy fajtákba tették a dolgokat, és nagyon nagy hasznot a püspökségnek. Lehetett belőle templomot, katedrálist építeni. Csak a cselét lakások kor jellegének megfelelően egyszerűek voltak, hosszú épületen mindegy 10-12 bejárati ajtó volt, az ajtó egy tágas konyhára nyílt, azoknak mondom, akik már csak hírből hallják mindezt, hála Istennek. Minden helyiségben két oldal tűzhely, és a 4 sarokban pedig 4 szoba, az 4 család részére volt biztosítva. A ház előtt párhuzamosan kamrasor húzódott meg, hátul pedig oldalak voltak a jószágoknak. Bizony, amikor a főzés közben az asszonyok összevesztek, akkor a serpenyő jól növárték a pöltőt. Legalábbis ezt olvashatjuk abban a cikkben, amit szintén oda kitettem. A kukások szerződött dohánytermelők szintén hasonló körülményekön éltek. Uradalmi birtok melésének irányítását a főintéző végezte, munkáját segítette,
jelentés szerepük volt az alsóbb irányításban a tanyagazdáknak, illetve véres gazdáknak, akik közvetlen irányították a cselédséget. Véres gazdák minden este összeértek az írod előtt, és beszámoltak a végzett munkáról, majd megbeszélték a másnapi teendőket. Ezt úgy hívták, hogy egymás között természetesen, hogy parancshirdetésre megyek. Hát nem volt parancs, hát édesapám részéről, én úgy emlékszem, soha nem emelte fel a hangját, beszélgettek, elvégezték a dolgukat. A nyári idénymunkára jelentős számú súvásokat foglalkoztattak, úgy emlékszem, Tóth Komlósról jöttek aratni, csépelni, betakarítani. És most jutott eszembe, hogy ki kell egészíteni, Szent Istvánból. Szent Istvánból ilyen gyönyörű, szép Szent Istváni ruhába jöttek, és most mondom, a summások a summás házban laktak külön, külön a férfiak, külön a nők. A cselédek között az asszonyok ritkán dolgoztak, hiszen ő dolguk a család ellátása volt. A cselédség fizetése főleg terményből, állattartásból, lehetőségéből, és egy némi kis pénzt kaptak. A megspórolt pénzükből a cselédek sorban, a közeli falvakban, főleg Kömlőn, Csarudon építettek házat az öreg napjaikra. Gyerekek tanítása kötelező volt, összevont osztályban az uradalom alkalmazottja, tanító úr, Jaksa úr, palatáblát, palaveszőt, nagyobbak része könyvet fizetett, az uradalom biztosított. Jaksa Istvánnak hívták a tanítót, volt egy nagyobbik lányuk, Baba, egy kisebbik Klárika, tehetségesebb gyerekek, a püspökség saját költségén Egervet tanította tovább. Szinte hihetetlen abba az időbe, de utána néztem, és ez egy hiteles adat. Uradalmi gazdaság Jánosi, 37-től 44-ig igen nagyon sokat fejlődök. Megépült az elébb említett iskola, mert az sem nagyon volt, sőt, vasárnaponként a Sarodi pap misét is tartott, vagy az Újlőrinc falvai bért ki alkalmanként. Nagy fejlődést lehetett a lóvasút megépítése, melyet egy gazdasági összekötő lett a Gatanya és a központ, illetve a Poroszlói vasúttal. Emlékszem, vitték a tejet reggel korán, fejtek ilyen, de lehet, hogy az le is van írva, ne előzzem már meg magamat. Gyermekkorunk nagy élményt jelentett a két testvérem, bátyámmal és a nővéremmel, meg nyarant az ott nyaraló unokatestvéreimmel, a csillézés. Szaladtuk és nyomtuk a csillét, amikor lendületre jött, felugrottunk rá, és élveztük. Valakivel már ezt megbeszéltük. Igen? Hát így volt gyerekkorunkban. 4-5 csillét egyébként terménnyel, áruval megrakva ló vontatta. Mellette szaladt, vagy közette szaladt, felbogtöltve. Gyakran mi is a család is ilyen lóvontatású csillén utatunk Kímére, Porszlóra. Ne értsék féle. Én ezt nem önöknek készítettem. Ott azok a képek, Jánosi tanyáról szólnak a zöld alapon, a nagymamámat mutatja, meg az oda beérkező unokatestvéreket. Édesapám anyámnak 4 testvére volt, 2 fiú, 2 lány, és annak a gyerekei mindig együtt Jánosival lejöttek, mert anyám megengedte, ennivaló volt, hely volt, és el voltunk boldogságban, békében. Hogy erre még mindjárt visszatérek. A megépült korszerű tehénistáló, ez volt a legnagyobb fejlődésnek tartom én, hogy 1940-es években apámnak ilyen gondolata támadt, hogy korszerű fejűzde volt, nem tudom, akik emlékeznek-e rá, el voltak választva az állatok egymástól, halálos tisztaság, mindig seperték, mindig tisztították, és ennek eredményeképpen nagyon sok tejet szállítottunk Poroszlón keresztül a országban. Igen, higiénikus körülményeket tartottak a jószágokat, esténként fejtek, a tejet egy érdekes szerkezeten átvezetve, 25 literes kamrákba azonnal szállították. Ezt az érdekes szerkezetre csak úgy emlékszem, mint pici gyerek, hogy egy nagyon csomó cső volt, tetején folyt lefele, ez a hűtött csöveken pedig lehűlt a
cső, nem tudom, villany nem volt, hogy mivel ütötték. Fogalmam sincs, ugye jégverem volt, de az nem hiszem, hogy ezt a célt szolgálta. Technika területen is nagyon fejlődött a gazdaság. A lovas és őskörös fogatok mellett megjelentek a gépek, a cséplőgép és gőzeke. Gyerekek számára hihetetlen volt, ahogy visszaemlékszem, Vüröskót és a patak között direkt szólták, hát akkor már elég nagy voltam arra, hogy fel tudjak ülni lóra, ott van a bizonyíték, azon szintén. És kimentünk, mert egyik oldalt egy nagy gép, másik oldalt egy nagy gép, között egy nagy ilyen drótkötél, és az ekét, ami ilyen ferde volt, hol erre húzta, hol arra húzta is. És akkor ez akkor nagy különlegesség volt. Gazdaságban belterjes korszerű mezőgazdasági tevékenység folyt. A termőföldek a szerves trágya melletti műtrágya felhasználásával a korhoz viszonyítva magas hozamokat értek el a püspökség számára, azt csak magában mondom. Gabona termelés mellett előtérben kerültek az ipari növények, cukorrépát hatalmas táblában termelték, szállították a gyáraknak. Azt is emlékszem, hogy borsót például elég hajnalba kellett kelni a cserédeknek, mert ezt csak harmatosan lehetett szedni, és akkor szedték és szállították és vitték. A dohánytermelés külön szakmunkások foglalkoztak, munkájukat tartott a palántanevelés, a palántázás, a föld gyomtalanítása, a levelek letörése, fűzése, szárítása a dohányfajtákban. Nagyon két nagy hatalmas dohányfajta volt, ami nincs rajta a térképen, de emlékszünk rá. Azoknak mondom, akik csak így el se hiszik, hogy milyen nagy gazdaság volt. A dohánytermelésből is a jelentős jövedelmet tudhatott magának. Ivóvizet az állatoknak, a kémes kutak szolgálnak, emberek számára viszont furtak, és tudom, hogy ez a gazdaság, és biztos, hogy apámnak is érdeme van benne, artézi kutat furtak, tehát szép, tiszta, oda kellett menni, ahogy a újságcikkben is úgy hallottuk Gyüriskanétől, hogy sorba kellett állni a kúton, de nem volt nagy tolakodás, és békébe értek. Kukoricát nagy hosszú kutricákba szállították és tárolták, a szénát, szalmát, luternát nagy kazdlakba, szél is kerülve tárolták, gabonát tárolása pedig a magtár szolgált minnyájuk számára. Állatok takarmányozása nagy legelők álltak rendelkezésére, ami természetesen a cselédség állatainak, csordáinak is a legeltetését szolgálta. Ilyen volt a koslapos, mely a juhok legeltetésén sét is lehetővé tette. Érdekes, hogy a nagyobb füvet a nagyobb állat, a kisebb füvet a kisebb állat, szóval beosztották egymás között, hogy mindenkinek jusson. Uradalmi gazdaságot tartozott fekete tanya, mely főleg a magyar szürke ökörállomány fenntartását szolgálta, és Büdöskút, amely több hatalmas jóráj volt a juhok számára. A kocsma nem volt sajnos, vagy hál' Istennek, csak egy bolt, a legszükségesebb szűkáró készlettel. Blikard, mikor szólok, hogy a haverokkal, mert abban a korosztályban tartoztam, bár ők nagyobb volt, az intéző fia elment a szélűs kedve, kiszedte a tojásra, nem volt rá szüksége, a tyúkok alól vitte le a bódba, két filért adtak érte, és ezért kaptunk ilyen gyalogkát, és akkor boldogok voltunk mindnyájan. Szórakozási lehetőség nem nagyon volt, de arra emlékszem, hogy dohánypajta előtejében gyakran összejöttek az emberek kukoricát fosztani vagy morzsolni, dohányt fűzni és énekeltek, viccelődtek, mesélgettek. Egy alkalommal bál is volt a Summás házban, főleg aratás után. Mi meg lestük, hogy a legény, a lányal elmegy sétálni, hogy vajon mi csinálnak?
Néma, néha még egy medve táncoltató, vagy karnyelő, esetleg kis cirkusos kocsi is betéved János itanyába, szórakoztatásokra. Mindig termékbe kellett tojásba, vagy valamibe tejbe, vagy egyébbe kellett a cirkuszosnak fizetni, mert annak meg élni kellett. Sorozáson a tanya legényei mind megfeleltek, és nemzeti színű szalaggal, díszített kalapjukon nagyot mulattak, nagyon büszkék voltak arra, hogy erős, egészséges emberek. A második világháború szovjet csapatok bevonulása után az uradalom egy biztos megszűnt létezni, mi szüleimmel Egerbe költöztünk, a földet szétosztották a szegény parasztok között, a házakat lebontották, a halomba költöztek. Itt módosítanám kell ezt az írást, mert közben telefonon azért jó néhány régi Jánosival felvettem a kapcsolatot. Kisült, hogy 1956-ig még ment, mert az egyéni gazdaság után a TSZ-ítés jött, és a TSZ-ítés programjába az is beletartozott, hogy önként mindenki vállalta ugye a TSZ-t, és ennek eredményeképpen aki menekülni akart, az ott hagyta, és így eljöttek. Úgy érzem, a cselédsor ellenére az emberek elégedetten éltek, szerették, becsülték apámat, aki igyekezett egyen jobb körülményeket biztosítani számukra. És a táskámat kell elővenni, mert egy pillanat, nem van a táskámat. Iskolában ilyet kaptunk, a főegyházmegye tulajdonosa. Apám, nem tudom, hogy találtak, hogy nagyon gazdaságos a mák. Nagy óriási területen, hogy mondjam, a Béres istálló mögött, itt balra, Büdöskút felé, óriási táblákban mákot ültettek. Azt is hajnalva kellett menni, szedni, mert ugye, hogy megfújja a szél, felül kiszalad, aminek eredményeképpen, de úgy érzem, hogy jó. 43-ban, anyám felírta, hogy mikor, kinek, hány családnak, egy személynek másfél kiló jutott, kettő pengő volt kilója, és így tudtam meg, 66 év után, hogy kik értek Jánosiba. Közben meg a Sarodi lapból még Berec József, jól mondom, ő volt egy a lapszerkesztője, Sarodi lap, ez meg 15 évvel ezelőtt, nem, 93-ban kutattam a dolgok iránt, így kerültem Sarudba, Don a... Katika, jól mondom, Berec József? Igen. Igen, ő segített, ő küldött nekem Jánosi tanyáról, meg van egy osztálytársam, aki Heves megyei múzeumok könyvtárigazgatója volt, Kovács Bélának hívják, neki jelent meg Kovács Bélának egy könyve, abból egy díszpéldányt kaptam, mert én is Sarudinak éreztem magam, aminek eredményeképpen. Én azt a névsort, ezzel a névsorral kiegészítve, ha valaki megtalálja az édesapját, az már levesen, ott megtalálhatja, ami végeredményben összességében, ahogy én összesítettem, 54 családért cselédként, 4 család vezetőként, 2 család, 12 család kukás, 70 család élt, mint egy 300 fővel Jánosiba. Én a népsorból, ahogy kivettem, 261-et találtam, és hát körülbelül ennyit erről létrehoztuk 1982-ben, volt az a gondolatom, hogy Gyöngyösi Szakmunkásképző Intézetben
testnevelő tanárként, ha nem is látszik rajtam. Tevékenykedtem 15 évvel ezelőtt még, ugye, nyugdíjasként. És akkor eszembe jutott, hogy ez a 12 unoka testvér, aki ott a Jánosiban nagyon jól érezte magát, össze kéne hozni. A Szakmunkás Képzőintézet Gyöngyösen felköltözött a Dombra, akik esetleg hallottak már, vagy járt arra. Ott volt tornaterem, uszoda, étkezési lehetőség, minden adottság megvolt ahhoz, hogy összehozzam. Írtam levelet az unokatestvéreknek, hogy ne csak akkor, amikor esküvő van, ne csak akkor, amikor temetés van, találkozunk már egy olyan napon is, augusztus 20-án, amikor együtt vagyunk. Hát megjöttek. 62-en. Örültem is neki, boldogok voltunk. És azóta 28 éve, minden évben, vagy Kelet-Magyarországon, vagy Nyugat-Magyarországon találkozom. Amit itt végig sétáltak és láttak képeket, azért hoztam el, hogy hitelesítsem magamat, hogy ez egy runyai ág a nagyapám révén. Nagyanyám az ma messzebb nyúlik, az a Jékely család sarja volt, akik a Jékely várat, ami már most nem a miénk, más birtokolja, de hát fent van legalábbis is. Onnan származtatva 1291-től, hát meg tudjuk magunkat, ki tudjuk mutatni, mert mindig pereskedtünk. A pereskedésnél minden jegyzőkönyv benne volt a bíróságon, hogy ennek a fia ezt akarta, az meg elbirtokolta, és aminek azt mondta, ő meg erre azt mondta, és akkor egy pengőt kell fizetni bíróságnál, és ebből egy pap, hogy így mondjam, nekiállt, és hát visszavezette a családot. Mai napig is tartjuk a kapcsolatot, és vagyunk. Hát ennyit erről még tudok mondani. Szép nézek. Az asztalon pedig édesapának a dolgai vannak, ott az első ülei találkozó, ez pedig a kép, amire az összehozott runyai család látható nagyanyámmal, nagyapámmal, ez az édesanyám generációja, ez a mi generációm, ez már a következő generáció, azok meg az apróbbak. És így tartjuk, ilyen csináltattunk egy ilyen szép törzsfát, amiben tartjuk, szóval ilyenek vagyunk. Azt hiszem, hogy elmondtam, a többit majd egy-két emlékes dolgok. Sarodi önkormányzat egy hagyományteremtési céllal elhatározta még tavaly, amikor hivatalba lépett, hogy a hagyományőrzésen túl a múlt eredményeinek és a múlt történelmének a megőrzése útján fogunk haladni. Hát ez lesz az egyik olyan szegmens, amit
követünk, és ami mellett haladunk, ugye a többi más teendő kívül. Azért szeretnék néhány dolgot még ezzel kapcsolatban elmondani, mert arra avattunk egy Hart Ede emléktáblát a templomnak a falán, egy Barócs János emlékparkot nyitottunk a zárvíz idején a gátszakadás helyszínén, és ezeket a munkálatokat és ezeket a történelmi tényeket, ezeket fel kellett tárni. És ebbe kiemelkedő, illetve hát hagyományt teremtő munkát végzett Szuromi Rita újságíró, és ő neki köszönhetjük azt a tényt is, hogy most itt állhatunk, és alátámasztotta dokumentumokkal azt a légkört, azt a társadalmi kisközösséget, ami itt működött, és gazdasága volt, mint hallottunk, és egy szűk társadalom itt élt a területünkön, és adózunk a múlt előtt. És szeretném megköszönni szerény ajándékkal Szuromi Ritának ezt a tevékenységet. Illetve azt is szeretném megköszönni, hogy megtalálta Varga Pali bácsit, aki élő tanúja volt az itteni szűk társadalomnak, és hagyományt teremtő célzattal a mai napon ezt elkezdtük, és jó étvágyat kívánok mindenkinek a szerény kajához, és a jövőre találkozunk, akkor lehet, hogy jövőre már bográcsost fogunk, de Pali bácsi majd el fogja ezt dönteni. És mint egy elhangzott a beszédbe, hogy sajnos kocsma nem volt a Jánosiba, hát mi megpróbáltunk pótolni egy kis kocsmát Tűcsi Krista segítségével, illetve hát a Sarker meg a Kft. Igazgatójának a segítségével, aki készült némi étekkel, illetve forral borral, aki vezette annak pedig tejával. És üdvözlöm Pali bácsit ismét, Jánosin! Nagyon szépen köszönöm! És további jó beszélgetés, és jó szórakozás, beszélgetés kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy ilyen szép támogatást! Akkor most mindenki szolgálja ki magát a zsíros kenyérből, teát szolgáltatunk, meg bort, és ahhoz oda kell fáradni, és közben a Pali bácsi még mesélhet, meg kötetlen beszél. Énekelünk? A summást, jó? Akit érdekel. Akit érdekel. Ne égessél már. Akit érdekel. Az enyém. Ott van a síló a sarkon, ez az én tájékozódási pontom. Itt volt az iskola, az ott volt a kereszt mögött, ami sarút fele nézett, ott volt a kút körülbelül, ott volt a fejézbe, ott volt arra fele a dohányfajták, arra voltak a cselédházak, ott végig körbe, és körülbelül itt van. Mi itt lastunk, gyerekek? Ezen a területen. Vonat? Nem volt a stéfen. Igen. Mutasd el véget, most Pali bácsi. Vonat is ennek a szép barna lány.
édes anyád.